elképesztően sok tippet kaptunk arra, a krumplis videó után, hogy milyen abszurd dolgokat hasonlítgassunk még össze. Ebben a videóban segítségünkre volt egy nagyon kedves nézőnk, de Spartan 85 világutazó. És képzeljétek, beszerzett nekünk különböző nemzetiségekből, innen Európából kólákat. Mert arra lettünk volna kíváncsiak, hogy vajon van-e különbség ízben, mert nagyon sok mindenben van. Szerzett nekünk belga, német, osztrák, és magyar kólát, jó, azt nem ő szerezte. Most lehetőségünk van kideríteni, hogy ezek közül melyik a legfinomabb. Janival kellene összehasonlítgassuk ezeket a dolgokat, mint a krumplinál, igaz? Ez nem fog most menni, de Jani mindenképpen benne van. Én viszont idén nem iszok cukrosat. Tudom, hülyeség. De ez van. Úgyhogy Balázsszal behelyettem, aki egy igazi sommelier. A dolog nagyon-nagyon egyszerű. Első körben megkóstolják minden négy kólát egymás után, és kiejtenek egyet. Aztán a második körben háromban ejtenek ki egyet, és végül a kettő közül megmondják, hogy melyik a győztes. Honnan fogjuk tudni, hogy melyik, mert hát mindegyik kóla. Szóval a szín nem fog segíteni. Ha vele isznek a pohárba, rájövünk, melyik volt az. A kóla specialista megérkezett. Na nézzük. Ez olyan, mint az itthoni kóla, csak ez édesebb. Az kicsit olyan savanykás íze van a kólának, így az utóíze, és ennek inkább édesebb most. Legalábbis azt érzed, de lehet, hogy ez volt a magyar. Kisúj. Kisúj, igen. Nem rossz, nem annyira jó. Na nézzük a másodikat. Ez meg szénsavasabb volt, kicsit. És ez viszont olyan savanykás. Ez ehhez képest savanykásabb volt, az biztos. Ez határozottan jobb volt, mint az első. Wow! Én esküszöm, nem gondoltam, hogy ennyi különbség lesz közöttük. Pedig van rendesen. Ez például, most furán hangzik, de ez gyümölcsösebb ízű. Ennek olyan, mintha ebben lenne valami kis plusz aroma, egy ilyen kis gyümölcs. Pedig hát gondolom nincs. De olyan íze van. Amúgy ez nagyon finom. Ez majdnem olyan jó volt, mint ez. De még mindig jó volt, mint ez. Na, nézzük az utolsót. Ez nagyon hasonlít az elsőhöz nekem. Így édességbe, meg így ízre. Amúgy nagyon durva, mert a négy közül ebben van a legtöbb szénsav szerintem. A másodikban, amit ittam. De hogy melyik volt a leggyengébb, amúgy nekem ez. Úgyhogy én ezt kiejtem. Ez a legrosszabb. Ez ízlik a legkevésbé. Na lássuk. Ölíts egy kicsit, Balázs. Kérem a köpőcsészét is akkor. Akkor várj, most legyen ez, kezdjük ezzel, ezt tudom, hogy ez volt. Hát ez nagyon fura. Ez nagyon finom az a kóla. Ez nagyon bejön továbbra is, rohadtul. Ez továbbra is azt mondom nektek, hogy nem az a szokásos savanykás utóíze van, hanem inkább ez az édeskés. Nem tudom, hogy ebben mi az igazság, de olyan, mintha ebbe a cukron kívül még édesítőszer is lenne. Kicsit olyan az utóíze. Nem tudom miért, de ez olyan. És ez pedig... Ez meg jó savankás. Én most ezt ejtem ki. Amire azt mondtam az elején, hogy az édes. És azért édesítőszeres utóíze? Kicsit édesítőszeres az utóíze, és én annyira nem szeretem az édesítőszeres dolgokat, úgyhogy... Érdekes választás. Érdekes. Na és ebből kellene megmondani. Hát én amúgy sejtem, hogy melyiket fogom választani. Megmondom őszintén. Egyébként már most tudom mondani, hogy ez ízlik a legjobban. Nem hiszitek el, ez egy kicsit olyan narancsos. Nem tudom miért, ez van a... Ezt érzem, mintha. Vagy fahéjas, vagy tudjátok, hogy valami olyasmi. Nagyon-nagyon hasonlít egyébként a kettő, ez a majdnem ugyanolyan, de valahogy ez egy fokkal. Azt mondd el, Balázs, csak, hogy mit kerestél benne? A buborékosság, az édesség, vagy úgy összesen? Úgy összesen, utó íze, hogy van-e, és ennek volt olyan, hogy ez olyan a vége is, mint az eleje. Na nézzük őt először. Ez jó. És most ő. Ez akkora winner nálam, hogy nem hiszem el. Ő az, ő a nyertes. Annyira jó gyümölcsös íze van, ez meg kell kóstoljátok. Nem tudom melyik ez, de tudom, hogy nem iszol kólát, Pisi, de egy kortyot így áll belőle. Nem. Egy kortyot. Nem, eltesszük az de basszus, annyira... Eltesszük, hogy jól válik. Na minden, szóval nekem ő volt a nyertes.
Na, hát ez még nézni is rossz volt. Mármint a jó értelemben. Én sem gondoltam, hogy ekkora különbség volt. Nagyon durva volt. Jó volt, nagyon. Na, én meglepődtem. Azt hallottam egyébként, ismerősök mondták, hogy édesebb az osztrák róla, amikor ők mennek, hogy valamennyivel édesebb. Amúgy tényleg van különbség az édességben. De milyen érdekes volt, hogy ugye Balázsnál az osztrák nyert, és majdnem Janinál is. Ne, top 2. Tehát, hogy valami van benne. Én esküszöm nektek, hogy én azt hittem, hogy ez olyan, mint a töltött káposzta, és kanyar nélkül mind a ketten a magyart fogjátok mondani, mert ugye ahhoz vagyunk szokva. Nem olyan jó a magyar. Arra vagyok kíváncsi, hogy miért van különbség. Balázs, te mondtad, hogy te olvastál olyan dolgokat, ugye, hogy nyilván a kóla az adott piacra próbálja testre szabni, különböző ilyen közvélemény kutatásokból, mit szeretnek. Hát meg, hogy a helyi vízből készítik, és ugye ahhoz vagy hozzászokva, ezért kellett volna amúgy mire kettőnek a magyarnak nyerni, ahol te először ejtetted ki, meg másodjára. Igen, ugye abban is nagyon nagy különbség van, meg ugye gondolom ez a gyümölcsösség is egy olyan dolog amúgy a belgáknál, hogy lehet, hogy ők és akkor épp csak bele csempészve. Igen. Ez a dolog. És egyébként tudjátok, mi a durva? Mint a sült krumplis példánál. Hogy tehát szerintem a büdös életben nem jött volna elő, hogy ilyen gyümölcsös a belga, hogyha nem egymás után eszeszünk. Ha ott veszel egyet, nem mondom. Nem tűnik fel. Persze. Ez megint egy olyan értelmetlen fasság, ami nagyon érdekes. De menőbb lett volna, ha ugyanazt mondjátok. Hát nem úgy jött ki, na. Ne, különbözőek vagyunk, más az ízlés. Ez így volt jó? Elve Balzsi kirázza a szénsavat az üdítőkből. Kavarja kanállal. Meg nem iszok cukros kólát, én a cukormentest iszom. Na tessék. Cukormentes citromosat kikevert szénsavval. Mindjárt hányok, bazd meg. Ha tetszett a videó, srácok, nyomjatok egy lájkot, és kommentben jöhet a többi összehasonlítás is. Annyit ígérhetünk nektek, hogy a következőt már tudjuk, hogy milyen összehasonlítás lesz. Szerintem azt is bírná... Bazzi, nem tudom kimondani. Mondd, Jani, te! Szerintem azt is bírni fogjátok, az biztos. Honnan tudod, hogy ezt akarom mondani? Most tudom. De attól még dobhatjátok, mert próbáljuk összegyűjteni a legjobbakat. Legközelebb találkozunk. Szevasztok! Sziasztok!